egy villámkérdés, ugye ez neked villámként teszed fel, de ez egy de... nagyon komoly a végig gondolandó dolog. Én azt gondolom, hogy... Sziasztok! Egy újabb villámkérdésekkel jövünk. Hogyha most találkozunk először, azt kell tudnotok, hogy ezek fix kérdések, viszont elég mély átütő válaszok vannak benne. Én mindig úgy a média világ iránt érdeklődtem, de nem ismerem annyira, és van egy olyan ember, akit Magyarországon szerintem a top tapasztalata van, nagyon sok helyen dolgozott, Ökrös Gergely, a TV2-nek a kreatív igazgatója a vendégem. Gergő, köszönöm szépen, hogy beszélgetünk. Én köszönöm a felkérést, szervusz. Hello, szia. Van-e valami olyan gondolat, ami azóta végig kísért téged, amit vagy fiatal korodban, család, barát, bárhonnan kaptál, és az úgy értékrendileg végig kíséri az életed? Uh-huh. Én azt gondolom, hogy a család az mindenkinek meghatározó azt, amit otthonról hozott, vagy a gyerekkorából hozott. Én nagyon szerencsés vagyok, végig egyébként eddig az életem, ezt tudom, hogy egyébként a babonások azt mondják, hogy nem szabad mondani, aztán utána mindennek vége. Az első ilyen nagy szerencse az, hogy egy fantasztikus családba születtem. Annak a tapasztalata, hogy különböző emberek különböző véleménnyel hogyan tudnak együtt élni együtt, boldogan. Az én édesapám egy ilyen viszonylag pesztimista parasztember vésztőről, és az édesanyám pedig egy ilyen nagyon optimista, egészen más, az életre egészen más nézeteket valló, nagyon optimista, féktelen hölgy volt, és ez a kettőség, én azt gondolom, hogy végigkísérte az egész életemet. És ezt meg az, amit az édesanyám képviselte, az az, hogy igazából nincsenek határok, menni kell, csinálni. És mindent csinálni kell. És akkor azt tanultad meg, hogy ez a balansz, ami igazából nagyon fontos, és mindenkit befogadhatunk attól függetlenül, hogy milyen véleményei vannak. Említetted, hogy 20 éve csinálod a bizniszből, már ki lehet találni azt, hogy hány éves vagy, de megkérdezhetem? 46. Ha most találkoznál a 20 éves önmagaddal, milyen tanácsot adnál neki? Önmagamnak, a 20 éves önmagamnak szerintem azt tanácsolnám, hogy legyek anyagiasabb egy kicsit. Ez mit jelent? Inkább mindig a teljesítménykényszer volt, mint maga annak a kényszere, hogy hogyan keresünk sok pénzt. Ezt a részét tudatosabban, kicsit üzletorientáltabban, vagy struktúráltabban gondoljam át. Vegyük a 30 éves korodat, akkor már pár éve benne voltál. Uh-huh. 30 évesen magadnak mit javasolnál? Sokat kell dolgozni, tisztességesen, de ezek közhelyek, tudom meg, olyan, mint hogyha egy kicsit ilyen önfényező lennék most ebben, én ezt pont nem szeretem, hogyha valaki az értékeket kisajátítja, tehát semmiképpen nem szeretnék értékeket kisajátítani, ez egy út, ez egy módja. És van egyáltalán olyan dolog, amiben mondjuk az elmúlt években megváltozott a gondolkodásmódot? Van egy mondás, hogy csak az őrültek nem változtatják meg soha a gondolataikat, ugye elkezdtem aggódni, de így ilyen átfogó nézetváltozáson nem mentem át. Nyilván van, amikor meggondolom magam, vagy nyilván a mi szakmánk az abból áll, hogy van egy tartalom, amit elkezdünk előkészíteni, elkezdünk megvalósítani, és amikor ez elindul, akkor az elején gondolok valamit, és akkor elérünk egy pontra, amikor szembesülök azzal, hogy ezt nem így kell csinálni. Én pedig azt gondolom, hogy le lehet állítani egy felvételt, vissza lehet menni a kollégákhoz, és azt mondani, hogy elnézést, én ezt rosszul gondoltam egy héttel ezelőtt, csináljuk inkább így. Főleg úgy, hogyha azt tudod mondani például, hogy gyerekek, gondoltam valamit, jött egy másik ötlet, és az jobb, mint az enyém, akkor csináljuk úgy, mert nem feltétlen nekem kell, hogy igazam legyen. Így van, tehát ez alapvető szerintem a kreatív szakmában, hogy változtasd meg nyugodt, ne szégyeld, valamennyire később te mást gondolsz a dologról, mert lehet, hogy eljutottál egy bizonyos szintre az anyag ismeretében, vagy mondjuk egy tartalom ismeretében, ahol azt mondod, hogy bocsánat, ez a dolog, ez erről szól, ezt a dolgot, ezt így kell megvalósítani, ezt így kell elkészíteni. Az ördög nem változtat, van egy ilyen idézet vagy mondás. Hogy csak őrült. Az őrült, igen. Rosszul emlékeztem, csak az őrült igen, nem hogy változtat. Hogy az őrültek nem változtatnak. Van valamilyen kedvenc idézeted vagy gondolatmeneted, ami mentén éled az életed? Nem az a fontos, hogy te hány emberrel dicsekedhetsz, vagy hány embernek az ismertségével dicsekedhetsz, hanem az a fontos, hogy a veled hányan dicsekednek, és hogy a te neved hányan ejtik ki tisztelettel. És a szakmában is így mindig
Felfigyelek olyan kollégákra, akár teljesen kezdőkre, vagy egészen a pályájuk csúcsán lévő kollégáknál, akik a saját feladatukat maximálisan csinálják. Én azokat az embereket nagyon szeretem. Van-e olyan dolog, amit magadba cikinek érzel, vagy úgy nehezen megy, uh-huh. és mit teszel azért, hogy ezen változtass, vagy ha volt a múltban valami uh-huh. ilyesmi? Ez mindig ilyen beúrató kérdés a ilyen állásinterjúkkor, hogy mi a negatív, magyarban, amit magadba érzés, akkor mindig azt tanítják, nem, hogy valami olyasmit kell mondani, amit utána ami visszafordítasz, az, hogy az a rossz tulajdonság, hogy túl keményen dolgozom, tudod? Tehát, hogy ilyenek. Nem, például én a kulcsomat mindig elhagyom, aha. és nem tudom, hogy hol van, és egyszerűen nem bírok rajta változtatni. Uh-huh. Ezt nem tudom, hogy tudnám egy állásinterjú pozitívra formálni, de hogy valami de, ilyesmi. A fütyülős kulcstartót javasolom, tudod, ami visszafütyöltöd, van ilyen, hogy fütyülsz, és akkor a kulcstartó visszafütyöltöd. Igen, tehát ilyet szerez be az interneten. Fú, nekem az egyik az úszás. Tehát, hogy nem tudok megtanulni úszni. És valami furcsa dolog, ami sokszor történik veled? Egy ideig mindig 11 óra 11 perckor néztem az órára. Nem tudom, hogy ez egy furcsa ez dolog volt, furcsa és egy idő után fel is figyeltem rá, de ez egy néhány éve már nincs. Mm. Olyan döntések az életed során, amik által azzá váltál, aki vagy. Tehát ilyen meghatározó döntési pontok mm-hmm. az életedben. Egy darabig nem éltem tudatosan. Szerveztek egy ilyen ifjúsági ma már tehetségkutatónak hívnánk, igen. Az akkor egy kulturális seregszemle, vagy egy ilyen kulturális, igen, kulturális seregszemle. Magyarországon több helyen volt. Volt Sárospatakon, Keszthelyen, Pécset, Budapesten, és Gyulán volt az Erkel diák ünnepek, így hívták. Ketten 18 évesen gyakorlatilag, és nyilván a hozzánk csatlakozó a szülői támogatása és a barátainkkal ezt az óriási eseményt megcsináltuk. És ez annyira sikeres lett, hogy én akkor egy picit nagyon magabiztos is lettem, és én azt gondoltam, hogy nem kell ahhoz főiskolára vagy egyetemre menni, hogy az ember mm-hmm. sikeres legyen, akkor indultak be ugye a vállalkozások, hogy lett ez a vállalkozás, stb. És akkor csináltunk egy szórakozóhelyet, az volt a neve, hogy 48-as klub. Ezt élveztük, hogy a zsebünkben volt egy szórakozóhely kulcsa, és este megkérdezte, hogy nem nyitott ki, akkor hogy ne nyitnám. Bementünk, kinyitottuk, zene felhívhattuk Deák Bill Gyulát, felhívhattuk a Kispál és a Borzot, felhívhattuk a Tangcsapdát, és akkor jöttek, azt mi szerveztük, hát olyan büszkék voltunk, mint senki, hát mi voltunk a legnagyobb királyok. Kérdezted a döntéseket, hogy az összes döntés mindig akkor döntöttem úgy, hogy változtatni fogok, mikor azt gondoltam, hogy ezt a dolgot már ismerem, ezt a dolgot, ebben már mindent megcsináltam. Kimaxoltad. Igen, kimaxol, azt hiszem, hogy ennél most már egy picit többet, vagy mást szeretnéd csinálni. Jött egy ilyen belső érzés. És olyan egy ilyen belső dolog. A Geszti Péterrel is összefutottunk, és a Péter ajánlott nekem egy állást az akkor induló Akció Produkció nevezetű cégénél, és meg is állapodtunk egy pénteki napon, hogy egy hétfőn felköltözöm Budapest, és a Péterrel fog dolgozni, egy óriási dolog volt. Hogy szombaton fejvott az ő asszisztens, és azt mondta, hogy ugye te beszélsz angolul? És nem, ugye, nem. Hát akkor ez nincs. És ott lett volna egy gyulai srác, akkor 24 évesen, hogy akkor most elkezd a reklámiparban dolgozni, és akkor elhatároztam, hogy akkor én most gyorsan megtanulok, könnyen gyorsan angolul, ugye, ami nem egy létező dolog, és akkor fogtam, és kiköltöztem Angliába az akkori lehetőségekkel, tehát ott egy ilyen óper lettem Angliába. Igen. És akkor, amikor ott egyedül maradtam, kimentem, és onnantól élem én tudatosan az életem, tehát olyannyira, hogy nagyjából lerajzolgatom, főleg annak idején, hogy mik a lehetőségeim, miben vagyok erős, miben vagyok nem erős, mi az, amiben fel kell zárkózni, tehát ilyen volt például a nyelv, és nagyon sokat köszönhetek az angol nyelvtudásnak, hiszen akkoriban kezdtek el jönni a formátumok, Survivor, meg a rettegés foka, és még sorolhatnám, ezeknek az, hogy én azokban a műsorokban benne voltam szerkesztőként, felelős szerkesztőként, vagy később külföldön, ez mindennek a angol, annak a döntésnek köszönhetem, hogy így a kis biztonságos városomból egyszerűen csak így azt mondtam, hogy akkor menjünk, induljunk el. Említettél egy kudarcot, mm-hmm. vagy hogy valahogy úgy élted meg ezt a gesztis telefont azon a szombaton. Vannak kedvenc kudarcaid, vagy egy olyan, ami akkor tényleg fájt, de így visszanézve az kellett neked? Mm-hmm. Hát az volt az első ilyen nagy. Tehát az, amikor én láttam a gesztit a rap 001
sportszeattal megérkezni Gyulára, ugye a repülőket akkor csinálták, és akkor rohadt menő világ, és hogy én abba belekerülhetek, és akkor kiderült, hogy tényleg gyakorlatilag azon múlott, hogy én gimnáziumban semmit nem tanultam, főleg nem angolt, akkor az egy ilyen nagyon komoly, én azt nagyon komoly kudarcként éltem meg. Lehet, hogy az egy nagyon nagy változás lett volna, hogy tényleg Gyuláról egyszer csak bekerül egy ilyen nagyon komoly rendszerbe. Én azóta is azt látom kollégákon, akár szerkesztői, alkotói vagy műsorvezetői oldalon, hogy lépésről lépésre rengeteg munkával, most azt szoktam használni, hogy rengeteg beletett kilométerrel lehet haladni. A mi szakmánkba tetszik vagy nem tetszik, a kudarc benne van. Én lovagoltam gyerekkoromban, díjugrató versenyző voltam, és ott is volt egy olyan mondás, hogy ugye minden szülő féltette, hogy le fog esni? Le fog esni. Le fog esni. Bele kell kalkulálni. Így van. Lehet, hogy el fog törni a keze, reméljük, hogy súlyosabb dolog nem történik, el fog esni. Vagy le fog esni alulról. Sőt, bukni is fog, aki díjugrató lesz. El fog esni. Látom, szemtanúja vagyok annak, hogy kollégák hogy tudnak összeomlani, akár egy kritikától, ami egyébként teljesen mindegy, néha fontos, néha nem. Szerintem ez mindenkinek az életében van ilyen. Van olyan tanács, amit hallasz a világban, és szerinted egy baromság? Néha azt érzem, hogy a intézd el online, mert az egyszerűbb, az nem igaz. Tehát én a múltkor megpróbáltam a csekkjeimet befizetni online, és egyenként kellett bepötyögni az összes számot. Nekem ennél sokkal egyszerűbb megállni a posta előtt, bemenni, húzni egy sorszámot és befizetni. Hogy van egy olyan dolog, amiben te szentül hiszel, viszont nem tudod bizonyítani, vagy nehezen? Van egy dolog, szerintem Gyula, a város, ahol én felnőttem, ott van valami. Tehát ott onnan annyi tehetség jön fel Budapestre, és keveredik bele a szakmába, hogy ott szerintem lenni kell valaminek. Tehát ott vagy valami víz ér, vagy nem tudom mi mehet. Jó. De hát hogyha tényleg csak a gyerekkori barátomat, a Szabó Zét a zenei iparban, vagy a Kovács Vanda, vagy a Kovács Lajos, ugye a színész az édesapa és a Vanda színésznő, vagy a Magna Cum Laude, vagy a Hevesi Tamás, vagy wow. Menjek sokkal messzebb, Erkel Ferenc, és sorolhatnám. Egyébként ilyenek a mi szakmánkban megint csak visszatér, hogy valamiben hiszel, és azt be kell bizonyítani, az nekünk ez egy mindennapi dolog. Tehát naponta, ha elkezdünk egy produkciót, ugye van egy üres papír, és akkor el kell kezdeni az elejéről, nulláról összerakni. Hiszünk-e egy szereplőbe, vagy nem hiszünk egy szereplőbe? Adott egy óriás plakát, amit bárhova helyezhetsz, és bármit írhatsz rá. Hova helyezed, és mit írsz rá? Húha! Gyerekeimnek szoktam mondani, amikor vitatkoznak, hogy vitatkozni könnyű, békét találni sokkal nehezebb. Tehát, hogy ne arra, nem tudom, tehát, hogy ne arra törekedj, hogy te most konfliktust teremts, vagy beszólj, vagy észrevegyél egy hibát, hanem arra törekedj, hogy barátaid legyen. Ne azért, az én igazamért vitatkozzak, hanem azért, hogy valami jó kijöjjön belőle, amit közösen alkothatunk. Valami ilyesmi lenne. Van olyan könyv, amit többször ajándékozol? Vagy mondjuk, amit legtöbbet ajándékozol? Hú, hát én nagyon testre szabottan szoktam ajándékozni. Én nem vagyok egy térítő típus alapvetően, tehát hogy ezt hozzátartozik. Vannak térítő típusok, amit én nem szeretek, hogy jön valaki és azt mondja, minden hülyeség, ez a megoldás. És én amit mondtam is neked, hogy én a értékek kisajátítását nem szeretem. Én nem hiszem azt, hogy van egy út, egy megfejtés. És ezért úgy könyvet adni, hogy na most ez az a könyv, ami a te életednek a megfejtése, én abban nem hiszek, azt nem szeretem. Volt egy darabig, tehát kölyök koromban ugye a rejtőkönyvek voltak, amit én hangosan úgy olvastam, hogy hangosan felrögtem, és mi a mit olvas, és akkor felolvastál egy két sort, és akkor tényleg az biztos, és akkor így válaszoltam a kérdést. Teljesen. Hogy néz ki a napodnak az első 30-60 perce, és van-e benne bármilyen rutin? Nekem tekintve, hogy 4 gyerekem van, ezért minden hétköznapom rutinnal kezdődik. Én vagyok az első, aki felébredek reggel 6 órakor.
és egyrészt szeretek körülnézni, akkor egy kis csend van, mindenki alszik. Van egy ilyen családfenntartói, vagy egy ilyen apai, egy ilyen törzsőnöki büszkeség az emberben olyankor, hogy ezek a gyerekek ott alszanak. Ugye volt egy ilyen mondás, azt hallottam régen már, hogy idézetek, hogyha jól leszel és jól alszol, akkor te jól vagy az életben. És én azt látom, hogy a gyerekek mondja, ezek tök jól vannak, alszanak. És alszanak, és ezért jól vannak. Igen. Meg jó őket nézni, szuszogni, meg nem tudom. Úgyhogy nagyjából ez egy nagyon jó dolog. Ez szuper, gyönyörű. És milyen szenvedélyeknek élsz mondjuk munka után esténként vagy hétvégenként? Nekem a szenvedélyem a munkám. Ugye, de ezt olyan jó hallani. Igen, de egyébként komolyan, tehát hogy azért ilyen munkafüggő vagyok, ami sokszor azért nem jó. Tehát van, amikor a gyerekeim rám szólnak, hogy apa, ne kockulj, ne nézz rá a telefonodra. Nekem így viszonylag sok hobbim van, tehát a lovaglás az megmaradt, tehát nem díjugratóként, tehát ugratni már nem nagyon szeretünk a gyerekekkel kirándulni. Én nagyon imádtam és imádom a kutyákat, tehát nekem is volt gyerekkorom egy óriás schnauzerem. És mi az, ami izgalomba hoz, amitől izgatott leszel? Például nagyon érdekes, hogy a otthon én nem szeretek vezető pozícióban lenni. Tök jó. Én otthon utas szeretek lenni. Én mindig akkor azt ez hoz izgalomba otthon? Hogy én átadom, tehát hogy én a feleségem ugye nincs otthon mondjuk, és akkor nekem kell a gyerekekkel, és szeretem, hogy nekem le van írva, hogy mit kell csinálni, és akkor egy ilyen kis itiner alapján én elvégzem. Oda megyek, megvárom, stb. Mi volt a legjobb befektetésed az életedben? Az nyilvánvalóan az első nagy lépés, az az Angliába menni, és azt a másfél évet abba beleraktam. Én egyébként pont olyan típus vagyok, aki én nem tudom hosszú távon elszórva csinálni a dolgokat, hanem egyszerűen így ráfókuszálok valamire, és akkor van egy dolog, és akkor azt egy adott idő alatt elérem, megcsinálom, elvégzem. Tehát jártam egy oktatási stúdióba, ami akkor viszonylag sok pénzbe került, de akkor azt kimatekoltam, hogy végül is, hogyha én azt a két fél évet elvégzem, ráadásul, hogyha ráhajtok arra, hogy én ösztöndíjas legyek, akkor azt annyiból majd néhány hónap múlva vissza is fogom keresni, és aztán valójában az első munkám, és pont 20 évvel ezelőtt a junior iradóban, én mondtam, hogy én nem kérek pénzt, tehát én örülök neki, hogyha igazi operatőrrel, igazi tapasztalt operatőrrel, igazi főszerkesztőnek igazi anyagokat forgathatok, és azt gondolom, hogy azt az első két évet a televíziásban én valójában nem nagyon kerestem pénzt, és nem voltam ezzel kapcsolatosan türelmetlen, mert azt gondoltam, hogy az nekem egy érték, amit utána elsajátítok, amit utána egy idő után kell majd csak pénzre váltani. Vannak e-mailezési trükkjeid? Nincsenek. Okay. Próbáltam. Ami trükk talán, hogy felülről kezdem, és akkor vannak olyan e-mailek, amikben egybe végig tudom nézni az egészbe. Tehát nem alulról kezdem, igen, mert akkor újra be kell klikkelgetni, hanem felülről kezdem. És akkor végig tudom olvasni az egész folyamat, tehát utána már látom a témából, és akkor azokat meg se kell már nyitni. Ez lehet egy ilyen trükk. Vannak olyan kollégák, akik nagyon jól e-maileznek telefonról. Igen. És nagyon sok e-mailt kinyírnak telefonon. Én ennek nem vagyok a híve, mert az a tapasztalatom, hogy sokszor ezek felületes válaszok. Tehát a Send From My, nem tudom milyen eszköz, én tényleg sokszor tapasztaltam azt kommunikációban, hogy nekem kellett néha helyre tenni, hogy ezt most nem láttad rendesen, mert van később egy hivatkozás, hogy az valamilyen szinten ez a tempó, vagy az a felület, az a nagyság, vagy nem tudom, vannak dolgok, amiket meg lehet, ugye, és én ebből szempontból is konzervatív vagyok, hogy én szeretek normálisan válaszolni. Kedves, nem tudom, köszönöm, hogy azt gondolom, üdvözlettel, Gergely. Elérkeztünk az utolsó kérdéshez. Ha bármi, minden rendelkezésedre állna, bármilyen erőforrás, mit csinálnál? Ez egy nagyon nagy kérdés, tehát hogy, és én azt látom tényleg, hogy sokszor az struktúrája az emberek gondolatát, hogyha keretet adsz. És mi sokszor vagyunk a szakmában, úgyhogy most hogyha jársz el a gondolat, hogy annyi pénzed van, és az jön át, de a végén meg, ez olyan, mint a fizikával. Tehát biztos, te is tanultál fizikát, és akkor feltételezzük, hogy nincs, de akkor minek számolgatjuk, úgy sincs olyan, hogy nincs közegellenállás, tehát ezeket a példákat mindig utáltam. A keretektől
válik valamivé. Gergely, én nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést. Tőletek is elköszönnék, nagyon szépen köszönöm, hogyha eddig végignéztétek. Még annyit hadd kezdenek, hogyha el akarnak téged érni, vagy mondjuk lenne kérdése a nézőknek, hogy tehetik fel? Akár kommentbe, vagy nem tudom. Szerintem nem tudom, hogy milyen. Szerintem küldjék neked a kommentbe, vagy küldjék neked, és akkor te átküldöd, akkor én szívesen, akkor szívesen válaszolok rá. Köszönöm majd szépen. Majd az e-mailim között pirossal fogom megjelölni. A piros a legjobb szín, vagy igen, a legrosszabb? Igen, az a kiemelő, nem ugye van. Jó, az a kiemelő, és akkor egy időt fogok szállni, és akkor minden kérdést megválaszolok nagyon szívesen. Hát ez egy nagyon szuper lehetőség, úgyhogy ha még nem vagytok feliratkozva, mindenféleképpen iratkozzatok fel, osszátok meg a videót, és a következőbe találkozunk. Sziasztok, és amúgy nézzetek körül, ez itt a nagy duettnek a szettje, itt tudtuk megcsinálni az interjút, ami nagyon szuper volt. Még egyszer köszönöm szépen.